Ahogy ígérte a Városgazdálkodási Intézmény, az idei majsanapok előtt helyére került az évekkel ezelőtt lebontott és azóta felújított, a környezetében is teljes egészében megújult platán szobor. Az elődök a fa meghagyásával készítették ezt a szobrot, sajnos ez egy rossz megoldás volt, hiszen olyan károsodás érte ezt az alkotást, hogy tovább már nem maradhatott lábon, ezért évekkel ezelőtt levágtuk, leszállítottuk. Az önkormányzat döntésének köszönhetően egy szakértő teljes mértékben felújította, kiszedtük a régi gyökérzetet, egy új betontalapzat készült, és a környezete is szebbé változott. Tervezünk növénytelepítéseket is természetesen, egyelőre most ez volt a feladat, hogy a nagy közönség a teljes egészében felújított új szobort láthassa a 29. majsnapokon.